A Fradi Forint Klub. Az első meghívottak Albert Flórián, Nyilasi Tibor, Novák Dezső, míg a mai játékosok közül Keller József, Balogh Tamás és Rácz László voltak jelen. Győrött a Magyarország-Írország válogatott mérkőzésen a magyar csapat újoncaként Lipcsei Péter is bemutatkozott a Nemzeti 11-ben. Ő az FTC 121. válogatott labdarúgója. Ferencvárosban aránylag jól megy a játék, és a válogatottban meg nem. Ezt nagyon sokat gondolkodtam, de hát ez nem tudom, ez lehet, hogy idegi alapon is, vagy izgulok jobban a válogatottban. Sokat beszélgettem a Tibivel is, és hát próbált engem megnyugtatni, hogy nyugodjak meg, és hát előbb-utóbb úgyis ki fog jönni a válogatottba is a lépés. Megjelent az újabb Fradi Forint. Dr. Sárosi György és Mátrai Sándor láthatók rajta. Újra az Üllői út. FTC haladás. A szombathelyi vezetést Kuznyecov a 27. percben bombagollal egyenlítette ki. A klub történetében ez volt az első eset, hogy orosz játékos a klub színeiben gólt szerzett. A második ferencvárosi gólszerzője az FTC Vándor csatára Dzúriák nevéhez fűződött. Ez volt az utolsó Üllői úti gólja, ezt követően Ciprusta szerződött. A végeredmény 2-2 volt. Albert Flórián 50. születésnapjára megjelent a Fradi Futball Múzeum által kiadott Albert album. A tiszteletére rendezett gálamérkőzés a 60-as és a 70-es évek ferencvárosi játékosainak részvételével zajlott. Igazi nosztalgia foci volt ez. A játékot este zenés összejövetel zárta. Kekmérkőzés Szófiában. A 8. percben Deszatnik szerezte meg a vezetést, majd a félidőig 1-1 volt az eredmény. Ezután Lipcsei elegáns, látványos gólt szerzett. A 80. percben ismét ő következett. Szabadrúgásból bomba gólt lőtt a hálóba. A ferihegyi hazaérkezés kellemes meglepetéssel szolgált. Új Fradibusz várt a szófiai győzőkre. Annyira hajtottuk a